Hello mindenkinek! Ez itt a Harry Potter és a Félvérherceg végigjátszásának második része, ahol folytatom utamat a sorkáton át a nagy terem felé. Na. Gyerekek, hol van az interakció gomb? Itt vagyok, Basil Fronsek előtt. A space-t kellett megnyomni? Oké, hogy... Azt értem, hogy nem lehet ugrani a játékban, azt megértem. Az előző részben sem lehetett ugrani, meg az előtti részben sem lehetett ugrani. De ha legalább egy hintet írna, basszus, hogy a space-t kell lenyomni, a szóközt gombot kell lenyomni az interakcióhoz. Hát én meg hülye fejjel az E-t nyomogatom, mint a szar. Holott az meg a Q, meg az E. A célpontváltás. Jó van. Na és akkor most... Megyünk le a nagy terembe megnézni az új mini játékunkat. A párbaj szakkörös részt, ami a második részből ismert párbajozást fogjuk majd megtekinteni. Zárva van. Jó van, meg se vagyunk hívva, vaklárma volt az egész. Ezek a kameraállások. Olyan, mintha kiment volna szarni az ajtón keresztül, és akkor már ki tudna engedni minket. Csak az a baj, hogy akkor meg fölöslegesen voltunk meghívva, mert totál üres a terem. Megtoplazmában van tele. Na, de itt vagyunk. Angus Matlock a párbaj szakkör vezetője a Gryffindornél. És hát milyen érdekes, hogy fogták a második rész díszletét. Konkrétan a második részben történt meg ez, ugye? Tehát konkrétan, de a könyörgöm az 4 éve volt. Most konkrétan el se vitték a díszletet. Nem most újra felépítették azt, amit 4 évvel korábban is használtak. Na. És akkor megtanuljuk a stuport alapból, aztán az Expelliarmus, Protégó, Védő, Levi Corpus, Petrificus Totalus. Tehát ugyanazokat a varázslatokat tanuljuk meg, mint amit az előző részben. Balklik a stupor. Ja, és mivel szintet tudunk lépni, azzal majd több projektáját is tudunk lőni. Tehát alapból egyet lövünk, és ahogy gyűjtjük a pajzsokat, akkor egyre jobban fejlődünk életerővel, és varázslattal is. És akkor nem egy, hanem 2 stupor projektáját tudunk lőni. Aha, itt a Q meg az E az nem célpontváltás, hanem egyben a dodge. Tehát van dodge a játékban, most már nem csak protégózni tudunk, hanem már dodge-olni is. Most ezt miért kellett kihúzni ezt a szöveget azzal, hogy hé, valaki nem figyel. Most tanuljuk meg az Expelliarmust, azaz a Capitulatus, ami konkrétan... Bén is, de az ellenfele Capitulatusszal így. Ja, csak simán körözgetni a izével. De nem szabad pici kört, nagy kört kell csinálni. Úgy, ahogy az izét, a repárót használtok anna az előző részben. Capitulatus meg stupor, ezt megtanultuk, meg a dodge-ot. Protégó, az le van szarva. Itt van ez a Levern, Ronnak az első szerelme. De utáltam ezt a lányt. A filmben is utáltam. De ott a filmben ott volt, hogy csak a izében volt az egyik Quidditch meccs alatt történt meg ez a dolog. Na, és akkor ott azok a kis gömbök, azok az életenergiáink.
Ennyi volt áron. És akkor úgy van, hogy két menetes, tehát két győzelmet kell beszereznünk, ugyanúgy, mint a Mortal Kombatban. És igen, mindig végig kell néznünk ezt a meghajlást. Belemászok az arcodba. Na! Ó, de szép! Dur, kész, ennyi volt. Most a második részben nem lacafacáztam, hanem egy kicsit húztam az időt. Igen, és akkor minden egyes párbaj végén van egy ilyen összpontosító, és ilyen ötös skálán dicsér minket a játék. Tehát minél hosszabban kitartottunk, minél kevesebb életpontot vesztettünk, és akkor tessék. Kezdő aranyérem. Hogy csajt nem érdekli Harry, csak a Ron érdekli. És akkor ott van a hirdető tábla. És azon konkrétan 4 meccset kell tolni, nem 13-at, mint ahogy a második részben volt. Ide föl kell iratkoznunk, és akkor van 4 darab párbaj szegmens, konkrétan, tehát 4 darab, tehát a minijátékon belül 4 minijátékot kell végig tolnunk. Tehát, hogy 4 emberrel ellen tudunk játszani, van az ifjonc párbaj, haladó párbaj 1, haladó párbaj 2, és a bajnok párbaj. Tehát 4 ember kell leszednünk mind a 4 párbaj szakkörnél. Így van. Mert nem csak a Gryffindornél, hanem a másik 3 háznál is vannak szakkörök, és akkor tehát konkrétan nem 4, hanem összesen 16 ellenfelet kell leszednünk párbajban. És akkor van 3, és akkor ugyanezt kell csinálni majd a Quidditch meccseknél is. A kocsfali készítésnél ott meg nem tudom, azt hiszem, hogy van egy bizonyos határ, azt hiszem vagy 12 vagy 15 darab kocsfalék, minél nehezebb, hosszabb ideig tart elkészíteni őket is, illetve gyorsabban kell elkészíteni őket, hogy több időt kapjunk, és így hát biztonságosabban meg tudjuk csinálni a kocsfalékokat. Na, ugye láttátok, hogy kb. 800x600-as felbontásban tolom a játékot, és most így konkrétan nincs FPS drop. Egyszer sem történt meg, úgyhogy meg tudtam oldani ezt a problémát. Igaz, csúnya, így még csúnyában játszok, de ki nem szarja le? Én nálam, tudjátok, hogy nálam az van, hogy én inkább a játékmenetre megyek, mint sem hogy a külső megjelenítésre. Jobban mondom. Én a performance-ra megyek, nem a quality-re. Kész. De neked, Nick, neked semmi közöd ahhoz, hogy én mit művelek itt az elmúlt időszakban a suliban. Én csak arra kérlek téged, hogy vezess oda, ahová szeretnék menni. Szóval te... Ráadásul te halott vagy, szóval... Neked már nincs olyan elég sok problémád. A bejárati csarnok udvarán csak beszél vízköpővel, de ő majd beenged Dumbledorehoz. Ja, most Dumbledorehoz kell mennem. Acid pops. Good evening, Harry. You got my message, I see. What you see before you are memories. In this case, pertaining to one individual, Voldemort. This contains the memory of the day I first met him. I believe you're familiar. Ja, igen, a negyedik részben volt ez a pályaválasztó, mire elfelejtettem szólni, csak annyira felhúzott a játék, hogy nem tudtam róla beszélni. Ugye van ez a merengő, ez a kis kutacska, amiben belenézel, akkor egy régi emlékeket tudsz megnézni. És ugye akkor elmesél, hogy amikor Dumbledore még, hát még egy picit fiatalabb állapotban, hát még éppen úgy nem volt öreg, hanem még enyhén őszöreg, találkozott az árvaházban Tommal, aki már alapból pálca nélkül is tudott varázsolni, és hát ugye ő lopott.
És ugye ez még az a rész, amikor még a horcruxokat még el se készítette. Ja, igen, és Slumplup professzorral volt nagy barátságban, illetve az ő klubjában szokott mindig lenni, és hát konkrétan Slumpsluk egyik tanítványa volt. Én tudom, hogy kétszer mondtam, de mindegy. Na, egy csomó helyszín most újra feloldható, tehát most konkrétan a Hagridhoz vezető rész, a Hogsworth. Losers. That's imaginative. Did you think of that? Or did Malfoy? Let's see if you're laughing when your team tryouts go wrong, you losers. I heard you were going to try and sabotage our team selection. We better get to the Quidditch pitch before they do anything. The Aurors have reopened all the grounds. Let's go through the clock tower. That should be the quickest way there. Come on then. Na, menjünk Katie-vel a Quidditch pályára. Ez még nem az a szegmens, amikor meg lett babonázva a szegényke. Ups. Nem tudom azt leszedni, csak hogyha megtámadom valamivel. Ó, de! Ezzel! Ne, a nagy fejemtől nem tudom elküldeni. Ujj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 
Húhú, de király! Na, megvan a 15. Egyébként nem tudom, hol vannak a határok, amikkel lehet szintet lépni. Tehát különböző statokat növelni. Ne kérdezzétek, mert én se tudom, és a játék sem magyarázza meg. Nem egyszer csak történt egy olyan, hogy gyűjtöttem össze 9 címert, aztán egyszer csak BUM! Nagyobb lett az életerőm. Wow! Akkor ezek szerint 9-esével tudom növelni a statjaimat? Ezek szerint? Hoppá! Nézd csak ott mi van, hogy elbújt. 16. Ott is van egy. Szépen magunkhoz húzzuk. Olyan sok van ahhoz képest, hogy gyorsan szem előtt vannak, és olyan gyorsan be lehet őket gyűjteni, és olyan könnyedén vannak elhelyezve, hogy a szemet kiszúrja őket. Na, itt vagyunk az Óratorony előtti udvarban. Ja igen, ez az intróban is lehetett látni, hogy konkrétan bezárt minket monstró. How are you going to get to your Gryffindor trials? You shut this. Yeah. See you. Nem, egy szellem segített neked. Nyilván, hogy ő csukta le. Úristen, ilyen kérdéseket feltenni, bakker. I think you'll have to fix the lever. Reparo should do the trick. Na, és most tanuljuk meg a Reparót. És ugyanazt a kézmozdulatot kell csinálni, mint abból az előző részben. Ne! Jaj, de utálom ezt. Ezt gyorsabban kell csinálni, mert különben a büdös életben nem javítja meg. Na. Végre megtanultok a reparát is, hogy most vissza tudok majd menni oda a bántaltan elé. És ott, ahol szétszedtem a... vagy darabokra szedtem a izét. Azt a címert most újra fel tudom építeni. Na, itt a hús és mártásos. Aha, nap lépcsőről ide az oratoronyos udvaromig. Csodálatos Kadogan. Igen, most megint más a jelszó. Nyilván, mert új évet írunk, és hát nyilván kellenek a jelszóváltoztatások. És hát sajnos mindegyikre most igaz. Minden egyes jelszó portréra igaz, de maradtak ugyanazok a portrék, emlékeztek? Na! Na, 18. Még sincs szintváltás? 19. Na, itt a 20. How did you get through that portcullis, Potter? Azt a képet. Let's see you run your stupid Gryffindor trials when you've been stupid. Na, egy újabb párbaj.
Nem tudom, hogy tetszett nektek a... Igen, lesznek külön random lövöldözések. Tehát nem hivatalos párbaj szakkör alattiak, ezért csak egyszer kell leszednünk őket utána, hogy megfutamodnak. Hopp, ott van még egy pajzs! Épp most nyertél hozzáférést a következő strá... Trágyagránátok. Mit tudom én, el se tudtam olvasni, basszus. De most a ez most a bagolytorony, tehát most miért ide megyünk, hogyha quidditchezni akarunk menni? Aha. Ja igen, most ezzel a szintlépéssel, amit most csináltam a címerek összegyűjtésével, most ezekből a dobozokból tudok gránátok, trágyabombákat elővenni, és ezzel olyan helyekről is le tudom szedni a címereket, ahol éppenséggel nem tudnám, mert nincs tárgya közelben, nyilván. De szép, szivárványözönben hullanak a címere, mini címerecskék. Ez például, ezt nem lehetett körbejárni az ötödik részben. Tehát ez most feloldottuk ezt a pályát, amit annó az előző részben nem tudtunk, de most erre felé tudunk menni. Na. Már 25. Hát konkrétan a... Éppen hogy a negyede megvan. Egy hadod. Igen, utána számoltam. Na, de itt van a Quidditch, a Gryffindornak a Quidditch helyisége. Vagy a Quidditch csapatnak, a Gryffindor Quidditch csapatának az öltözője. Ja, és itt van ez a nagy bájgúnár, ugye külön ez a Lavern csajn megy rá Ronra, illetve ez a szöszi talpnyaló pedig a Hermionéra. Right, thanks for coming. This morning I'll be putting everyone through a series of challenges to select Gryffindor's Quidditch team. But know this. Ja, most van a toborzás, mivel ugye csomóan leléptek, így helyette kellenek az újoncok, a friss húsok. Don't be dense. He's the captain. Doesn't mean he's still a good seeker, does it? Maybe he got injured fighting all those Death Eaters before. Ja, hogy én vagyok a csapatkapitány, és Ginny a jobb kéz. Ja, McLagan, így hívek ezt a szöszit. Na, és akkor most konkrétan ugyanazt kell csinálnunk, mint amit az Odunál csináltunk, hogy a csillagokat kell követni, és akkor utána be kell gyűjteni a cikket. Na, toljuk. Igen, átrepülsz a csillagokon, nem az, hogy időt nyerek, hanem gyorsabban haladok. Nagyon tudjam elkapni, amikor nem is vagyok a közelében, maradjál már, Ginny! És igen, azért is kapunk achievementet, hogyha az összes csillagon átmegyünk. És nem hagyjuk ki őket. Most konkrétan ugyanazt a sávot használom, csak egyik oldalról a másikra megyek.
Tehát semmi újdonság nincs, nem hogy most másik szemszögből repülnék meg ilyesmi, nem. Ugyanazon megyek, csak össze-vissza. Ahogy jól csináltam, Ginny, hogy konkrétan... oldalba löktelek? Ez kemény. És megint ugyanazon a sémán megyek át folyamatosan, mint hogyha fognék egy vonatot és össze-vissza izélném. Taroljam le a gyakorló bábukat. De annyira előttem vannak konkrétan, hogy nem látom. Ennyi volt. Mindig a közepét kell eltalálni, mert akkor esik szét mind a három bábú. Csak az a baj, látjátok? Annyira előttem vannak, hogy nem látom őket konkrétan. Takarodja. Útbó! Takarodjál már! Ja, nyilván az egérre tudom ellökni őket a francba. És... megvan. Precíz repülő érem, tehát az összes csillagon átmentem. Kitérő érem. Hát, ezüst. Kombó repülő érem. Na. Arany kombó és ezüst kitérő. Okay, that's three each. It comes down to this last shot. Ginny dob. A filmben konkrétan lehet hallani, mit mond, konfundót mond. Ugye McLagenre is ezért. Egyébként a konfundó az utolsó részben jelenik meg. És hát az utolsó két részben. Konkrétan csak ő ült a közönségben? Most hát a... több három. First game is against Slytherin. Be ready. When's the first practice, Harry? Just look at the notice board. The practice sessions are on there. Na, és akkor itt ugyanazt a hirdető táblát kapjuk, mint annó a varázsló párbajos izénél is. Hey, Hermione. Have you ever heard of the spell Sectum Sempra? No. Milyen beszart arcot vágott Hermione? Yeah, and I found some writing at the back. Ja, és most Harry most olvasta el a Sectum Sempra bűbájt. Találkozunk Ginnyvel a Quidditch kapunk kívül. Szóval itt a hirdetőtábla. És akkor itt van Gryffindor csapatválogatás, edzés a Mordekár mérkőzésre, Gryffindor edzés, edzés a Hufflepuff mérkőzésre, edzés a Hollowhat mérkőzésre. Tehát ezek vannak konkrétan, és nyilván ahogy haladunk ugye a játék sztoriával, akkor nyilván a többi is fel fog oldódni. Ja, és mivel Ginny nem tetszett annak, hogy ugye annó még Csóval jártunk együtt, ezért ő Dinnel jár, de ugye mondtam az előző részben is, hogy nem nagyon járnak ők jól egymással. Szóval, hogy Dinnel sem megy jól a kapcsolatuk. Ja, igen, van külön a bájítaszakar, ez a, ugye ez a minijáték. Ez a harmadik minijáték szegmens. Szóval most konkrétan megmutatta a játék a három létező minijátékot, amit adba főbe tukmárának a játék. És innentől kezdve most a sztorival fogunk haladni. Menj a melegházakba, készíts zsugorító főzetet Ginnynek. Ezzel lehet, hogy közelebb tudunk majd kerülni hozzá, és love interest is on. Na, engedd el, jobb klikkeled. Az mi volt? Az a slide, öcsém! Az mi volt? Edzőpálya. Ó, ezek holohátiak. Nyilván nézzél, varázsló párbajos edzőhelyről van szó. Ez is csak most oldódik fel, tehát ezt se láthatok az ötödik részben.
Hoppá! Gyere csak ide! Mondom, itt annyi van basszus, hogy gyorsabban fogom begyűjteni éket, mielőtt még befejezném a játékot, értitek? Hát annyi van itten. Úgy van, esély át a hátra. Hát így most nem tudom őket összegyűjteni. De falon túlra is estek, hú, de jó. Na, az egyik el is tűnt. Ez még nem oldható fel, mert még a mágiaügyi minisztérium lezártnak tekinti. Na, itt vagyunk. Yes. Have you come to join? És itt van a bájító a klub. Thanks, but I just want to make a shrinking solution. I've got to get back to meet someone. Sorry, if you want to use our equipment, you'll have to join the potions club. All you need to do is choose the entry challenge on the notice board over there. Aha. Thanks. És akkor itt tudjuk majd kiválasztani, egyrészt csatlakozunk a klubhoz, másrészt meg a bájítót tudjuk kiválasztani. Ugye itt lehet látni, hogy milyen bájitalakat lehet készíteni. De itt vannak olyanok, amiket már alapból megcsináltunk, nyilván a luxtuk miatt. De a klubban újra meg kell csinálni. Jézusom, 5, 10, 15. Szóval 15 van. Tehát akkor jól emlékeztem. Na, és akkor most csak akkor tudjuk a Ginny-nek odaadni a zsúrító füzetet, ha a Vocalis Elixirt megcsináltuk. Ja, elkészít is rekordok, hogy minél több időt kell összegyűjteni, és gyorsabban el kell készítenünk az italokat. A Vocalis ezzel a másoknak a hangját el lehet készíteni. Majd a sárga kell. Annyira bírom ezt! Komolyan mondom! Budda, átkozott. Rózsaszín. Jó. És meg fel kell melegítenünk. Ezt a pici hűt. És megint melegíteni kell. Jó. Hunyor szirup. Jó, és már csak forralni kell az üstöt. Kétszer. Oké. Forralásra szoktam mindig bajlódni. Hát egyszer hibáztam, tehát nyilván nem lesz ötös. Mondom. Bájta a szakkör élem, ezüst élem. Wow, you are good. No one else has brewed Volubilis potion that well before. You can definitely join the potions club. Thanks. Can I make my shrinking solution now? I'm in a bit of a hurry. Na. És most jön az a rész, egy újabb elem a bájta főzésen belül, úgyhogy nem csak hogy a színeket kell megcsinálni, és azonos színűeket kell beleönteni, és hát az adott italból milyen színűre kell önteni, illetve van a füst erjesztés, hogyha ha elrontottuk, akkor a forrasztás, majd később lesz a kavarás, hanem meg kell ráznunk, amíg szépen igen, így kezd el elpezsegni, hogyha elrontottuk. Igen, és amikor így buborékozik, akkor kell használnunk, és nem szabad túráznunk. Ennyi, igazából, ez az újdonsága. Tehát, hogy föl kell ráznunk az adott hozzávalót, de nem szabad túl sokáig rázni, mert akkor kifut az egész. Illetve van egy másik, ugye ez a hozzáadás, amikor egy adott cuccot kell beleraknunk.
És annyit kell beleraknunk, amíg azonos színű nem lesz az üst, ami a receptben benne van. Na. És akkor ebből a kukacból kell 5 darab. Igen, az a baj, hogy mivel nincs árnyéka sajnos ezeknek a hozzávalóknak, ezért ilyen nehéz bedobni őket. És így van, el kell rontani, hogy szakadjál meg, te büdös rohadék! Na ezt utálom a mini játékban, hogy próbálnám azt csinálni, amit ő kér, de hiába ugyanaz a szín, megállítom és tovább megy. Az Isten! Jó, nem rage-elek, nem rage-elek, nem rage-elek. Megállítom, így van. Erről van szó. Állj! Jó. Ó, állj meg, állj meg, állj meg, állj meg! Ne, azt. Most ennek bezzeg van árnyéka. Elengedem, és még mozog az egerem, és ezért konkrétan elrepül a francba. Jó, most kell ez a pióca. Jó, és megint ezt a lélát föl kell rázni. Jó. Még ezt egyet. És még fel kell rá melegítenünk. És kész a zsugorító cucc. Egyszer hibáztam. Hoppá! De jó. 5-ös. Akkor ezek szerint nem hibáztam. Ha, követi a fene. Nem érdekel. Ja, nem is hibáztam, tényleg emlékszem. Na, azt majd leshetette! Ha? Mivel nincs inventorja, így konkrétan a bal kezében tolja, mivel a jobb kezében van a pálca. És akkor most el kell vinnünk a zsugorítót. Jobb, hogyha a Nika közelben van. És akkor... Persze, Krák is a közelemben van, és hogy most ővel is kell lenyomnunk egy Quidditch-et? Én hülye. Aha, hogy tudja a protégot! Meg tud izét! Lőm át az ambat kapitulátot! Ki az a barom, aki azt találta ki, hogy az egér görgő, ergért vagy stick görgőt kell használnom, hogy tudjam lőni ezt a szart! Ki volt ez a barom, aki ezt kitalálta? De miért nem az, akkor inkább akkor miért nem azt csinálta, hogy nyomom a bal klikket és úgy pörgetem, és akkor legalább úgy kinyomja. De nem! Tehát nagyon pici körben csinálom, akkor olyan, mintha nem is csinálná. Ilyen nagy, óriási körökben kell csinálnom. Fúj! Undorító! És megint visszatértünk az 5. rész irányítási metódusának hibáira. Azt bezzeg nem javították ki. Miért is ne? A Wingardium Leviosával megint nem lehet rendesen irányítani. Konkrétan megint kijön az a fog a fehérje. Egyszerűen borzasztó az irányítás még mindig. Meg annyira ürültem, hogy hú, most jobban kicsit kiemelték az 5. rész térképét, aztán meg izé, több helyszínt is lehet ki az... Nyomtam a jobb klikket, te pöcs! Le vagy! És ilyen hülyeségekkel van tele. Ez a protégó egyébként. A jobb klik. Mert miért is ne? Csak szólok, hogy alapból a... Ja, izé, most tudjunk tölteni. Lehet látni, hogy hány darab van. Ez mutatja, hogy az a 3 pici gömb a nagy gömbön. Ezzel tudunk 3-at lőni.
Igen, ezt a hugrabugosok tanították meg nekünk, hogy lehet tölteni a támadásokat, illetve a protégot megtanultuk. Most már végre tudunk egy állásban is menteni. Csak azért kellett Krák, hogy megtanítsa, hogy ő mit tanult, és azt mi is megtanuljuk utána egy más valakitől. És akkor ugyanez a 4 adott menü van. De most már 8 ellenfelünk van a párbaj szakkörökben. Igen, és ide ki kell menni az edzőpályára, hogyha a hugrabugosok ellen akarunk játszani. És akkor vannak a holohátiasok, azok a viaduk melletti udvarnál vannak, és akkor vannak a mardekárosok, azok szerintem meg a bájital, és hát nem az átváltoztatástan udvarban vannak. Na, itt a zsugorító. Yeah. Megyünk szobára? Megyünk Rocksmorthba? Stop moaning since I told him I couldn't go, and now I can. Yeah, Dean, of course. You better go with him. I'll go with Hermione. See you later, Harry. Yeah, see you later. Hát ez nem jött be. What was that potion you gave to Ginny? You've not been making more things from that potions book, have you? You don't even know who the Half-Blood Prince is. Let's go to Hogsmeade. De ott van a címer! Aj, szakadjál meg! Ezt is elveszi tőlem a játék, ezt a lehetőséget. Na mindegy, elmennek Rocksmorthba a Vajsört inni, aztán egyszer csak látják Katie Bellt, amint éppen Malfoy megbabonázza őt. Ugye Malfoy küldte azt a cuccot, azt az ékszert, ami meg volt babonázva, amit Dumbledore-nak akart küldeni, de sajnos Katie megfogta. Malfoy knew about that necklace. It was on display at Borgin and Burke's. Katie was given the necklace in the ladies' toilet. How could Draco have put it in there? Good luck today, Ron. I know you'll be brilliant. I'm resigning after today's match. McLagan can have my spot. Fine. Juice? You look dreadful, Ron. Is that why you put something in his cup? Don't know what you're talking about. Az igen. Ez gyorsan hatott, mint a filmben. We've got a game to win. You could be expelled for that. You know what, Harry? I'm feeling really lucky today. Ja, igen, azt hiszik, hogy szerencselét raktam a... Itt a játékban egyáltalán nem lett megemlítve, csak akkor vágott, hogyha láttad a filmet. Loser. Szóval, hogyha láttatok a filmet, akkor ugye az volt, hogy mindenki, ugye mindenki azt hitte, hogy egyszerű... Luna szerint erősítőszert raktam a izébe, de azt hiszik, hogy szerencselét raktam a kocsvalékba. Itt van ez a nyomvatliba. De jó, hogy meg fogsz dögleni a 8. részben. Én megmondom őszintén, én utáltam ezt a csajt. Én utáltam. Lavernek vagy Lover... A neve is konkrétan borzasztó. De én ülhetem ezt a karaktert. Szóval azt hiszik, hogy szerencselét raktam bele, holott meg csak az egészet elképzelte. Már nem vagy ilyes, hanem a Cadogan csávóra vagy oda? Ó, oda néz! Ezt vegyük is le? Gyorsan leszedem. Megcsinálom még ezt a meccset, és akkor utána ezt a részt is befejezetnek nyilvánítom. Ez ami biztos. Szóval. Mozgó tárgyat mozgó célpontra lőni. Fú, de... Ez majdnem olyan, mint amikor futás közben mozgási állapotban mozgó célpontot próbálsz lelőni. Tök ugyanúgy, mint a Borderlands-ben a Chromerex.
De jó, az csalással vittem ki végig, és akkor mi van? Ez az! Na! Harmadszorra csak összejön, Jézusom. 30 már megvan a 150-ből. Na, és akkor itt van a Mardekar párbajszakkörnek a vezetője. És konkrétan egy csata keretein belül fogunk részt venni a klubban. Na, ezt kap ki! Bum! Na, ezt kap ki! Bum! Ja nem, ez csak egy random volt. Azt hittem, hogy ezzel együtt már benn leszünk a klubjukban. De nem. Ez csak egy random csicska volt. Miért is ne? Igen, még mindig nem fulladt ki a gyerek. És még nem is liheg a gyerek. De hál' Istennek ezek szerint respawnoltak a cuccok. Egy jól időzített depozó még több minicímert szabadít ki. Ha megtanultam azt a depózót. Lángoló fülbemászós portré. Oh, sorry. I'll ask my team to keep the noise down as they pass you. You're one of them. A captain too. You might as well use my shortcut too. All the team captains do. My password is boiling beetle. Földbogarak. Hát nem nagyon különbözik a lángoló fülbemászóktól, szóval. Ez a portré beszopta rendesen. Hát nem nagyon látok nagy jelszóváltást. Na most itt vagyok. És akkor most oda kell mennem Ginnyhez. What's got into him? He's just feeling lucky. Right. Time for our pre-match warm-up. I've planned a few exercises that should help us get through. Kidolgozott pár gyakorlatot. Aha, ugyanazt a repülést kell majd csinálni, mint amit a múltkor csináltam kétszer. Bemelegítés a meccs előtt, aztán majd ugyanezt meg kell csinálni még egyszer, csak már élesben, a meccs alatt. Igen. Nincsen semmi újdonság. Oda néz. És már nem is a pályán belül kezdtünk, hanem a pályán kívül. De miért Ginny mondja a hinteket, amikor pont maga Harry mondta, hogy ki kell, hogy pár gyakorlatot eszel ki. Pár technikát. Ez... Látjátok, itt van probléma a játékkal konkrétan. Nonsense dolgokkal van tele. És amikre csak te tudsz kérdéseket föltenni, de nem kapsz rá választ. Ez is sajnos megint el van kapkodva ez a játék. Tehát ugyanaz, mint az ötödik résznél.
Hát próbálnék mást is csinálni, mondjuk egy kicsit gázt adni esetleg, vagy valami más. De nem tudok. Csak az egeret tudom használni. És ki ez a köcsög, aki állja az utamat, és egyszerűen nem tudom a feladatokra koncentrálni. Húzzál az anyádba! Áú! Hát ezekkel csak az achievementjeimet tudom bővíteni, tehát a varázslataimat, csak is a statjaimat, a vitális értékemet, az csak is a címerek összegyűjtésével tudom ezt megcsinálni. Ki adta miattal egy csillagot? Takarodjál már az utamból, te! Nem tudom, ki vagy. Hát ez hülye. Na végre megvan. Láttátok, a cikkesz az megállt egy helyben, amíg nem tudtam átmenni a karikán. És most jön az éles menet. Élesben. Mordekár elleni meccs. Ja, és szintén Malfoy helyett valaki más most a fogó. Teltház. Ez Lee Jordan. Mi az Isten ez a szöveg? Könyörgöm. Direkt az egész iskola meg van hívva erre a meccsre. Ez nem nemzetközi meccs. Könyörgöm. A tanárok és az összes, az egész iskola meg van rendezve, tehát nyilván a teltház az benne van, de könyörgöm. Ez ugyanúgy, mint a Kolesznál, hogyha nincs meghívva mindenki, akkor konkrétan le vagy tiltva a Kolesztól. Ez nem esett jól. Látszik, három ütés kellett neki, hogy megértse, hogy ne állj az utamban, mert ketté húgyazlak. Mint Béla a hóembert. Hát majd csak megérti a hülye gyereke. Most direkt ilyen gyors az egész? Takarodjál már! Miatta nem tudtam belemenni a gyűrűbe, vagy mi ez a csillag, vagy mi az Isten. Előretől. Nincs is pontosítás ebben az izében. Annyira fényes a táj, nem látom a csillagokat. Úristen. Egyébként a Genie most miért beszél hozzánk, amikor neki a játékra kell koncentrálnia? Tehát neki a kvaffokat kéne bedobálgatni az izébe. Na mindegy, megvan a cikesz, nyertünk. Seprű harcos. Nagyon ramacsú játszottam. Hát ez is térem. Honnan tudod, hogy azt raktam be? Szóval ez csak egy konfúdó bűváj volt.
Ja, és így smárolnak, nem is a bulin. Vagy hát így smárolnak, csak hol a többiek? Hermione meg elmegy bőgni. Mennyi csak. Az a nem is bőgsz. When you see Dean with Ginny. I know, Harry. I've seen how you look at her. Hermione? I'm sure Ron... Oh, don't worry about Ron. He can make his own luck. Ez borzasztó volt. A filmben sokkal jobb volt az az érzés, amikor Harry ott konkrétan vigasztalta Hermione-t, tehát hogy ott összeborultak, érti a helyzetet. Kb. Ugyanolyan érzése volt, mint ahogy Dean meg Ginny-t látja ugyanezt. Átérezte a dolgot, szóval itt nem értem, hogy ezt most miért kellett így bepakolni. Ha már arról volt szó éppen, hogy a filmhez kötött, de... Tudjátok mit? Leszarom az egészet. Rom, te meg rohadjál meg, hogy nem veszed észre, hogy Hermione imád téged. Isten, Rombon, ez a... Jó, álljunk le. Kezdem lassan azt érezni, hogy majdnem annyira egyre feszültebb leszek, mint amilyen a negyedik részben voltam. Most hagyjuk abba, jó? Én mondtam, hogy befejezem ezt a Quidditch meccset, és ennyi voltam már ebben a részben. Köszönöm szépen a figyelmet, és remélem a következő részben haladunk tovább a sztorival. Ugye meg vagyunk hívva a Lumslu professzor Bájta buliára. Most nem tudom, az a fagyizós rész, vagy az a rész, amikor ezt a McLagan csávót megetetem hánytató bombonokkal, vagy sárkánytojással, vagy mi a valagam az. És akkor Lunával menjünk el. Most hát a Lunával együtt menjünk el bulizni, tehát hogy őt hívtam meg. Ja. Ja, igen, ennyi volt a mára, a következő részben ez fog történni, ennyi volt a mára, köszönöm szépen a figyelmet, és legyetek jók, rage-mentes napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!